Ez volt az első 1,3 tonnás terhelése annak az anyagnak, melytől azt remélik a szakemberek megoldja a Hermann-Otto utcai gázrobbanás szenvedett ház alátámasztásának ügyét. Ácsazső polgármester még a múlt hétvégén beszélt arról, hogy van egy megoldás arra, hogy emberélet veszélyeztetése nélkül kezdődhessenek meg a munkák. Bár ezt a módszert Magyarországon még senhol sem alkalmazták, a szakemberek úgy vélik, megoldást jelenthet a födémszerkezet alátámasztására. Igazából amire nekünk szükségünk van ott bent a lakás a födémek alátámasztásánál, az körülbelül 1200 kg, 1,2 tonna négyzetméterenként. Ez nagyjából a kétszeresét tudja annak, amit tudnia kell. A próba során 2,6 tonnával terhelték meg a kísérleti tömböt. Az eredmény ismeretében Kocsmár István, az Aliszkabau vezérigazgatója azt gondolja, jövő hét elején elkezdődhetnek a munkálatok. Ennek a habnak az a feladata, hogy az összetört födémeket az alatt idealt, amíg mi kitakarítjuk, illetve rendbe tesszük a szobákat, a helyén tartsa. Tehát nem fog kicsúszni a koszorukból az összetört PK-padló, nem fog a nyakunkba hullani, mert hiszen aki kint volt és látta, ezek a födémek teljesen összetörtek, és ezzel a módszerrel egy 3 méteres, 2 méteres nagyságba alá tudjuk támasztani. Várhatóan a szükséges alátámasztások megépítése egy hetet vesz majd igénybe. Ezt követően az újjáépítést csak szintenként lehet majd elvégezni.